Nagyon. De Bubunak is most jött ez a gépe? Nem tudom. Mondta. Hát ez használva volt, azt tuti. Akkor itt is lenni kell szemetének. Most nincs. Az a gőzhengerolaj, amit a Gergő hozott? Ez nem, ez még a Atiféle. Ja. Fegyverolaj nem jó bele? Nem. Nem? Az van nekem. Milyen? A faszom tudja, akkor sem még. Még fegyver. Na, az. Hát figyelj, előszedem majd, mert most úgyis a műhelyben bóklázgatok, meg pakolgatok. Meg lesz, tudom, egy sárga, egy fél literes Pepsi Max-es üvegben van, csak éppen a tököm tudja, hogy most pont hova raktam. De meg lesz, akkor hozok belőle, mert neked jó lesz. Hát csak hogy jó. Amivel jó. Szólja. Ami nem gömbölyű. Ennek nincs fogója se. Meg el van törve a fogója is. Azt mondja, várja, hozok a kockát, rendelnem kell, és fölődött. Leégett a mozdony. Kutyókám, ezt nézd meg. Ez egy tök kutya. Ez egy fasz. Ez itt egy fasz. Ez a baj, nem fér be. Uh-huh. Aztán... ilyen. De morzsaiség akkor. Persze. Volt nekem valami, van vegyi anyagom, ilyen fehér kristályos valami. Nem tudom, hogy megvan-e még valahol. Csak a fogója nincs. Ez hiányzik. Hát ott látszik, hogy... Na, akkor indítjuk a stoppert. És mennyi idő alatt szokta felfűteni? 7-8 perc, 7 perc alatt. Ennek már működnie kéne. Alapon menő dolgok lesznek. Na. Aztán meglátjuk, hogy hol enged, hol nem enged. Új, most vetted? Mit? Igen. Azt is? Kéket? Azt nem, azt az régi. Én most nem vettem azt a sátrat. Faszám. És ugye ez nem olyan, mint a mozdonyok, mert ugye itt a fáradt gőzt ugye ebbe a füst szekrényszerű ide nyomja be. Igen? Az olajat is. És annyira környezetbarát, hogy nézd meg, itt a henger alatt, itt van ez a rács, ami ez a fellépő. Igen. De tulajdonképpen ez is egy kis tálca, ami itt is kicsöpög olajos víz, az ide. Fölfogja. És akkor azt hogy tisztítod? Hát, kihúz, kiszívod. Ja, aha. De kemény. Ez abszolút környezetbarát. A mozdonyok azok szétszórják az olajat a gecibe. De kurva nagy ötlet. Hogy egy fellépő van. Én nem tudom, tehát én nem... Én biztos, hogy nem akarnék belőle vonatot csinálni. Most András van rajta, tán, vagy ötlete volt, nem tudom kié, hogy szerked... Gyenge lesz az, nem? Bár a fasz tudja, hát vannak ilyen kis egyhengeres gépek. Na? Ja, az csak még kevés. De lesz belőle valami. Tehát már úgy tűnik, hogy működik. Ennyit én nem tudom. Attila is arra hajlik, hogy nem fogja szétszedni. Aha. Na most arra lefényképeztem neki, meg elmértem a tetejét, igen, nem tudom én. Igen. Ezt a szerkezetet meg tudja csinálni. Ennek is el van görbülve a vége, és ezt lehet, hogy lejtették. A izé az így pont így lefele. De ez is el van görbülve, a vonó szerkezet itt hátul. Ja. Ezt is most megigazítottuk. Hát a fenem tudja. Még itt hiányzik egy anya, innen alulról. Aha. Ez hányas, hármas? Négyes inkább. Fütyülni, fütyül. Fütyülni, fütyül. Most elengedtem a nyomást, most biztos, hogy... De nem sok kell neki. Nem. Na, engedjünk még csak rá. Ez is füstöl. Hát, persze, hát pedig hát csak fityeg benne. Aha. Ez a szarvos még. Hát figyelj, egyszerű lesz, rövidebbre vágom, ott persze, vastag. És akkor belefeszül. És akkor bele. Na, ugye ezt mindjárt is csináljuk meg. Még nem tudom, mivel vágom ebbe vékony rézzel, majd vasfűrészlappal szerintem. Vagy kis. Nem is izé ez, nem is rézlap, hallottam, hogy rézez? Réz. Lehet, hogy majd kis sikítóval belőjük azt körbe. Már mindjárt eljátszunk vele. Magától nem feltétlenül indul el. Még úgy se. Pedig tombol alatta a tűz. Formál a víz, benne lehet látni. Lehet. Ez jó fajta. A ablak, mert ez jó nagy. Aha. Hát még azért kezd, de nem az igazi. Ha most gondold bele, hogy végül is szobahőmérsékleti, a víz is, hát, vagy mit tudom én, tehát mire ebből 100 fokos lesz, hát az mind idő. Visszafelé akartam beindítani. Ne legyen lükvercbe, és a fordítva indítod be. Elfogyott a gőz? Nem, van az, csak nagyon levettem a nyomást. Szépen ketyerészik. Mondjuk a másik kettő szebben megy alapjáraton. Kis finomabban ketyer. Ez mintha egy picit úgy pincsurit akadna, vagy valami. De működik. Működik, teljesen jó. Pörges csak egy kicsit. Milyen hangja van? Na, ez szépen dolgozik. Ez eddig teljesen jó. Majd azt megoldjuk. Hát letesszük, vegyünk földre. Ja. Rossz felé pörge, vagy... Nem, jó, az csak ki... Kidobja. Azért akarom, hogy lassabban. Hát, ha akkor... Á, már ki is dobta. találni egy kis fület, de megy. De megy, jó, akkor vidd vissza szerintem. De megy, na még egy utolsó próbát azért. Na, most bekattant jobban. Már ki is, de kirekbe dobta. Jó van, nem baj, de legalább tudjuk, hogy megy. Így van, működik. Jó van. Kibaszott jó. És már fűtünk alatta 14 perc alatt. Szóval azt a sebességváltót azt mindenféleképpen meg kell csinálni. Kémény is rendesen gőzölt. Hát is sem medetek. Ahol szépen izé. Szép komótosan. Jó, megvan neked őszintén, jobban tetszik így, amikor így ketyeg alapjáraton, mint amikor... Amikor pörög mind az állat. Mint amikor mit ő megy. Igen. Mondjuk jó pofa, mert mit egy csörömpel akkor is, meg mit tudom én. Míg az enyém az kevésbé, mert hogy már az a gumikerek. Igen. Vagy az a gumi. Mondtam az Attilának, hogyha tud bring a belsőt elvágni úgy párhuzamosan. Egy mountain bike-nak a belsejét. Simán rá lehet húzni. Ami rá tudja húzni, akkor kész. Jó, az biztos, hogy amit vettem, az a gyári darab, hát az a patent egyből csak úgy rácuppa. Na de ahhoz, hogy ne pörögjön el, tehát átmenjen a betonnak egy ilyen kis... Igen, kell. Egy teljesen kell. Sima is megtenni. Csak egy normál ilyen 28-as, az a virsli gumi, az nem jó. Tehát vannak azok a vaskosabb gumik, abból kéne szeretet vágni aztán. Na, hogyha most a széle itt nem egy kicsit szakkos, hát akkor sem erre kitapasztja őket. Levezollóval elvágni egy gyűrűt, ráfeszik, már is mehet. De ez nagyon szépen elketyeg. Nem sok. Na most azt a... Ide hozzá egy másik gépet, mert az Bubunak le kéne fényképezni a...